mivel az ibákoknak a pedelekek fogalmaival kapcsolatban van némi zűrzavar még manapság is, úgyhogy gyorsan jöjjön egy kis fejtágítás. E-bike-nak nevezünk minden olyan kerékpárt, amelyik valamilyen elektromos meghajtással rendelkezik. Ezen belül pedeleknek azokat hívjuk, amelyek kifejezetten csak akkor segítenek nekünk, amikor mi is tekerünk, tehát elektromos rásegítéssel rendelkeznek, és maximum 25 km/h sebességig teszik meg ezt. Vagyis minden pedelek e-bike, de nem minden e-bike pedelek. Na erre jön rá az a csűrcsavar, hogy a kerékpárgyártók egyöntetően elhatározták, hogy ők már pedig e-bike-nak fogják hívni az ők elektromos kerékpárjaikat, mert az sokkal menőbben hangzik, meg könnyebben is meg lehet jegyezni. De amikor a kerékpárgyártók e-bike-ot emlegetnek, akkor gyakorlatilag pedelekről beszélnek. Tehát olyan kerékpárokról, amik csak akkor mennek, hogyha te is tekered őket. És hogy ez a 25 km/h mire elég? Hát például arra, hogy montizás közben ugyanúgy mosolyoghass a felfeléken, mint amikor lefelé csapatsz. Tekinthetsz úgy rá, mint egy beépített kerékpáros montis felvonó, hogyha éppen nem ringa parkban tekersz, de te nem szeretnél fölfel elfáradni, hanem te csak élvezni szeretnél a lefeléket. Vagy hogyha trekking bringával tekersz dimbes dombos vidékeken, szőlőföldek között, akkor is nagy segítség, hogyha 25 km/h neked segít, pláne fölfeléken, és akkor két borkostolás között nem fogod kikötni a tüdődet, de mégis biciklizál. De például egy magamfajtának, aki naponta 40-50 km-t ingázik a városban, a 25 km/h az maximum csak mézes madzag, mert éppen csak addig segít rá, amíg magadtól is eléhezve fel tudsz tekerni, és utána meg olyan dög nehéz 25-27-re feltornászni a sebességet, hogy inkább ne is lenne ott semmi segítség. És akkor itt jön a képbe a videó mostani alanya, ez a Gepida Alboin 1000-es, ami egy speed pedelek, vagyis rövidítve S-pedelek, ami már 45 km/h segít rá, de természetesen csak akkor, hogyha én is tekerek. Ez már bizony egy olyan rásegítés, ami már nekem, ami már számomra is érezteti a hatását, jöhet szembeszél, elfáradás, emelkedő, akkor is ugyanúgy tudom tartani azt a tempót, amit egyébként csak komolyabb energiabefektetéssel tudnék tartani. Az én 21 néhány kilométeres távomon nagyjából 10 perccel voltam gyorsabb, mint általában országúti kerékpárral szoktam, plusz erre jön rá az, hogy a pólomat nem izzadtam át egyáltalán, mint ahogy egyébként szoktam. Sőt, igazából még néha fáztam is. És őszintén szólva, abszolút kerékpározásnak éltem meg a dolgot, még akkor is, hogyha jelenlegi kondimmal egyébként nem lennék rászorulva a rásegítésre. Persze nem mondom, hogy nincsenek olyan napok, amikor ne esne jól egy kis rásegítés a tekerésre. A Gepida Alboin 1000-es kerékpárról, magáról a kerékpárról úgy annyit, hogy ez egy kompletten felszerelt, kényelmes túrakerékpár. Még beépített pumpája is van, hátul 10 sebességes XT váltója van, és magura tárcsafékes fékeket kapott, ami az S-pedelek mi voltjából kifolyólag nagyon jó választás volt, mert bizony elkél a határozott fékerő. Van rajta természetesen az akkumulátorról üzemelő lámpaszett is, ami brutál jó fényerejű, tökéletesen elég a sötétben tekeréshez, még nagy sebességnél is, ugye 45 km/h-ról beszélünk, és van még egy kedvencem, amit a hagyományos biciklimen is be fogok vezetni. Ez garantáltan működik. A bringa lelke tehát ez a Bosch Performance Line Speed motor, ami 350 wattos és 63 Nm-es nyomatékkal bír. Négy üzemmódja van, Eco-ban a rásegítés mértéke 55%, Turbo-ban 120, sportfokozatban 190 és turbómódban 275%. A turbómód az beszarás jó. A Bosch motorok fejlesztői egyébként általában rengeteg munkaórát ölnek abba, hogy a motor karakterisztikáját a lehető legergonomikusabbra csiszolják, ezt lehet, hogy nem így kell mondani, de most én így próbálom nektek megmagyarázni. Szóval nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy rásegítésnél ne azt érezd, hogy egy motor bekapcsol alattad, hanem az az érzésed legyen, hogy te vagy nagyon erős. Olyan természetesen működik a rásegítés, hogy elhiteti veled, hogy mindezt a te saját érdemed, és nagyon fasz a gyerek vagy. Ami attól függetlenül, hogy speedpedelek biciklivel vagy, még simán elképzelhető, hogy így van. Amúgy ezt a 30-35 km/h sebességet, azt még tényleg egy ilyen lekeszellentésnyi hozzáadott energiával el lehet érni, az nem egy nagy baszizdasz, turbófokozatban persze, de az, hogy elérjük a 40-45 km/h, bizony már tényleg tekerni kell. Nyilván nem kell megszakadnod, de körülbelül olyan erőbefektetés szükséges, mint országúti bringánál egy ilyen 30-35 km/h tempó. De hogyha egy ilyen trekking bringával hasonlítjuk össze, akkor ott mondjuk 20-25 km/h tudná csak azzal a teljesítménnyel, amivel egyébként 40-45-öt. Az 500 wattórás aksiba pöccel sikerült megtennem egyik nap a munkába oda, meg aztán a hazafele vezető utat, ez egy ilyen 40-45 kilométert jelent. De mindezt úgy, hogy egyáltalán nem kíméltem, többnyire turbófokozatban élvezkedtem vele, és hazafelé azért tényleg volt néhány emelkedő, ahol megdolgoztattam. Ja, és aztán este feltettem töltőre, és egy bő 3 óra alatt csutkára feltöltöttem. Ugye a magura fékekkel, meg ezzel a teleszkóppal együtt nagyon komplett az élmény, de tény, hogy már úgy félúton van a kerékpáros meg a motoros érzés között. És hogyha bringa úton mész, akkor már érdemes odafigyelned a sebességhatárok betartására is, mert könnyen túlléped.
Na és itt jön a dolog szépséghibája, a bibi, mert az S-pedelek rásegítéssel, még hogyha emberi erő nélkül nem is képes üzemelni a kerékpár, akkor is ezzel a 350 watt-tal bizony segédmotoros kerékpárnak minősül a bringa. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a gyártónak a forgalomba kerülésig sokkal több macerával és engedélyeztetési procedúrával jár egy ilyen S-pedelek, mint egy hagyományos kerékpár, ezért például kevés gyártó is vállalja be, hogy S-pedeleket forgalmazzon. És ráadásul nekünk felhasználóknak is speciális teendőket igényel, ugyanis a segédmotoros kerékpárnál már szükséges a kötelező biztosítás megléte, minimum egy kismotoros vezetői jogosítványra van szükség, kell, hogy legyen rajta visszapillantó tükör. Mondjuk kaptam hozzá visszapillantó tükröt, meg ott van neki hely is, de én most ezt nem használtam, mert ilyen beépített visszapillantó tükrös szemüvegem van. Plusz nem elég egy hagyományos kerékpáros sisak, ami az EN1078-as jelöléssel rendelkezik, hanem egy motoros ECE2205-ös engedélyezési számú bukósisakra van hozzá szükség, amit ráadásul sok esetben még az e-bike-hoz tervezett bukósisakok sem szereztek meg maguknak. A Kratoninak van egy ilyen bukósisakja, azt hiszem, ami a félúton helyezkedik el a kerékpáros bukósisak meg a motoros bukósisak megjelenése között. Ja, és erre jön rá az, hogy van még a közlekedésben is, meg a kerékpárutak, meg utak használatában is néhány olyan szabály a kreszben, amit nem feltétlenül olyan egyszerű kibogozni. Szóval, hogy nem az van, hogy megveszel egy ilyen biciklit és ugyanúgy tekersz vele, mint ahogy egyébként egy hagyományos biciklivel, hanem némi előkészületeket igényel. Én a magam részéről azt mondanám, hogy az S-pedelek ezzel a 45 km per órájával még valahogy férjen bele oda a hagyományos kerékpárok kategóriájába, pláne, hogy úgyis egyébként 30-35 km per órával megy vele az ember, mert a 45-öt, mint ahogy mondtam, nem annyira egyszerű kitekerni. És ráadásul egy ilyen S-pedelek úgy érzem, hogy ütőképes alternatívája tudna lenni mondjuk a városi autós közlekedésnek, és végre olyanok is letennék az autót és kerékpárra váltanának, akik egyébként nem szeretnének nagyon elfáradni meg megizzadni munkába menet. És így tisztább lenne a levegő, nem lenne akkor a zajszennyezés, és megteremtődhetne a világbéke.